Ród Kálmán kiemelkedő lánysereget tehát Veszprémben vívja hazai mérkőzéseit. A legendás tréner szájíze az eddigi eredmények ellenére igen keserű. Hát ez nem esett jól, megmondom őszintén, nem csak nekem, hanem a szurkolóinknak sem, hiszen nagyon várták ezt a csapatot. Egy kicsit ki van éhezve a győri publikum a hazai ízekre, hogy úgy mondjam. Tehát azokra a saját nevelési játékosokra, akiket már azért követtek az NB1-be, de igazából jó mérkőzéseket láthattak volna. A győri fanatikusok sokan vannak, akik minket is, fiatalokat figyelemmel követnek, és ez egy nagyon jó érzés. Számomra nem volt érthető ez a döntés. Én azt gondolom, hogy nagyon régen volt ma olyan csapat, amelyik úgy jutott volna föl az NB1-be, hogy megnyerte az NB1-s bajnokságot. Mi 100%-osan megnyertük. Olyan feltételeket vállaltunk volna, hogy egy teljesen különálló klubként működött volna ez a csapat. Külön működött volna a Audieto, és én azt gondolom, hogy minden feltételnek megfeleltünk volna, akár az utánpótlás szintén, annak, amit bármelyik NB1-es csapat megfelel. Ma sem értem igazából, hogy miért nem sikerült. A lányok sem igazán értik a történéseket, de a kényelmetlenségek ellenére nem ezek töltik ki mindennapjaikat. Így edző nélkül igazából nem beszélgetünk róla, hiszen azt mondták nekünk, hogy mi ezzel ne foglalkozunk. A vezetőség és az edzők mindent megtesznek annak érdekében, hogy mi hazai pályán Győrben játszhassuk, mint Győr második csapataként ezt a bajnokságot. Ez nem így sikerült, ezt közölték velünk, és mi ezt elfogadtuk, és ennek fejében arra átcseréltük a felfogásunkat, hogy nekünk akkor most Veszprémbe, a veszprémi közönség előtt kell majd hazai pályán játszanunk. A győri utánpótlás képzés legendás. Nem csak a sportban, de a civil életben is a maximumra nevelik a lányokat, így a Veszprémbe való átjárás igen megnehezíti a pályán kívüli érvényesülést. Nem tudtunk leköltözni Veszprémbe, mert mielőtt ez a probléma fölmerült volna, a gyerekeknek nagyon erőltettük a tovább tanulását. És mivel meg voltunk győződve, hogy mi csak Győrben játszhatunk, ezért a legtöbben győri egyetemre és főiskolára jelentkeztek. Ugye ennek a utánpótlás projektnek az egyik része az az életmód program is, hogy a játékosaink diplomát szerezzenek. Tehát a csapatnak a 99%-a jelenleg egyetemi vagy főiskolai hallgató, illetve néhányan még középiskolások. Tehát maximálisan támogatjuk a gyerekeknek a továbbtanulását. Ezen edzés nem múlik, tehát mi megpróbáljuk a programot úgy összeállítani, hogy a gyerekek meg tudják szerezni a diplomát, hogy értelmes, művelt emberek legyenek, hogy a pályafutásuk után is az életben megtalálják a helyüket. Győrben nem csak a jövő igen fényes, így szerencsére példaképekből sincsen hiány. Elsősorban édesapám, és másodsorban pedig Görbica Anita. Egyrészt a posztja miatt, másrészt pedig a technikai tudása miatt az, hogy mindig jól dönt a helyzetekbe, tudja, hogy mikor kell passzolni, és mikor kell elvállalni neki. Ezáltal egy olyan játékossá válik, aki a csapatnak a vezéregyénisége, és hát én is ilyen játékos szeretnék lenni. Sokan hívják Kisgyőrnek a Veszprémet, és sokan sokféleképpen elmondták már véleményüket a győri dominanciáról, ami a fiataloknál tapasztalható. Halljuk erről most a leginkább érintettet, Ród Kálmánt. Hagyni kéne talán, ami működik, azt nem szabadna bántani. Tehát nem szabadna bántani. Én úgy gondolom, hogy amit mi ott Győrbe csinálunk most már évek óta, az példamutató, és mondhatná a klubvezetés, hogy nem fordít minden évben 60-80 millió forintot az utánpótlásra, hanem ezen inkább vesz 3 vagy 4 nemzetközi szintű játékost, de nem mondják, hanem azt mondják, hogy igenis csináljátok, dolgozzatok. Ez a veszprémi projekt a klubnak per pillanat 45 millió forintjában van. Szeretném megkérdezni, hogy hol van ma Magyarországon olyan klub,
a férfi klubokat is bele számolva, amelyik klub ennyi pénzt forgat. Én azt gondolom, hogy ezt valamilyen szinten tisztelni kéne, hagyni kéne, legalább hagyni, és azokat az embereket, akik abba dolgoznak, azokat hagyni, hogy tovább csinálják ezt az őrültséget, hogy ne legyen nyaruk, hogy egész évben csak ezzel foglalkozzanak.